Elindult a Nemzeti Borkincstár program, amellyel a magyar borászat történetében egyedülálló értékmegőrzési folyamat kezdődik el, hangzott el november 7-én a megtartott sajtótájékoztatón Tolcsván. Az eseményen Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter elmondta, hogy a tolcsvai muzeális borpincében 1860-tól őriznek borokat, és az idők folyamán körülbelül 390 ezer palack gyűlt össze a tokai borvidék asszúiból bor különlegességeiből. Hozzátette, a kormány most közel 1,5 milliárd forintot biztosít ennek a világon egyedülálló borászati kincsnek a szakmai vizsgálatára, kezelésére, valamint a tárolás feltételeinek javítására, a bemutathatóság lehetőségeinek előkészítésére. Kis Eliza, a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri biztosa a program részleteit mutatta be, és levetítették a programhoz készített kisfilmet. Kis Eliza elmondta, hogy a program 2019. december végéig tart, közben előkészítik a további lépéseket. Én azt gondolom, hogy ez a program ez túlmutat a borrégiós, sőt talán a magyar borágazaton is, hiszen olyan egyedülálló gyűjteményről beszélünk, amely nincs máshol a világon ennyi természetes édes fehérbor ilyen régi évszázadokon átívelő gyűjteménnyel. Úgyhogy mindenképpen van egyfajta imázs szintű jelentősége. Nagyon fontos az, hogy ebből a lehető legtöbbet hozzák ki a helyiek. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő elmondta, hogy Pogácsás János volt a kezdeményezője a muzeális borkészlet létrehozásának még az állami borkombinátban a 70-es években.